Nem fejlődik Románia a háztartási hulladékkezelés terén az Európai Bizottság legújabb jelentése szerint. A dokumentum rávilágít, hogy 2020-ban pontosan ugyanakkora arányban hasznosítottuk újra a háztartási hulladékot, mint 3 évvel korábban. Egy helyben toporog Románia a háztartási hulladékkezelés tekintetében, mutat rá legújabb tanulmányában az Európai Bizottság. A 2020-as helyzetre vonatkozó dokumentum szerint minimális az előrelépés, az újrahasznosítási és komposztálási arány pedig valójában nem nőtt, hiszen 2020-ban a háztartási hulladék 14%-át hasznosítottuk újra, ami pontosan megegyezik a 2017-es értékkel. Ugyanakkor még mindig 42 szabálytalan hulladék lerakó működik az országban, amelyek komoly veszélyt jelentenek az egészségre és a környezetre, emiatt pedig Románia büntetésre számíthat. Táncos Barna környezetvédelmi miniszter rávilágított, hogy mandátumának tavalyi kezdetétől fontos prioritásként tekint a hatékony hulladékkezelésre és ezen arányok javítására, azonban időre van szükség. A támogatásaink és a beruházásaink is azt célozzák, hogy a szelektív hulladékgyűjtés az egy életforma legyen minden román állampolgár számára. Ezért indítottuk el a múlt héten azoknak a digitalizált szigeteknek a beszerzését, amelyel épp a szelektív hulladékgyűjtést támogatjuk városokban. Ezért indul holnap az a programunk, amelyel a háztartási hulladék mellett a nem háztartásit, a nagy volumenű hulladékot is megoldjuk. A miniszter hozzátette, hogy a helyzet vidékenként változik, hiszen vannak olyan önkormányzatok, amelyek már évek óta kellő energiát és pénzt fektetnek abba, hogy a hulladék több mint 30%-át hasznosítsák újra. Noha viszonylagos előrelépés történt, egyelőre azonban fényévekre vagyunk az Európai Unió 48%-os átlagától, ismerte be Táncos. Hangsúlyozta, abban bízik, hogy a 2021-es jelentés javuló tendenciát fog mutatni ezen a téren.